régebben ugye a társadalmi szokások hogyan kísérték végig a gyászoló személyt, és ez segített az illetőnek és mindenkinek ugye belehelyezni magát ebbe a szituációba. Ez egy közösségi aktus is volt, és egy hangverseny is közösségi aktus. És az, hogy tudod nekünk abban segíteni, hogy elgondolkozzunk, feldolgozzuk mindazokat a dolgokat, amelyek esetleg fájdalomként, gyászként ott vannak az életünkben. Idén a Halottak napi koncertünk nem csak egy emlékezés lesz mindazokra, akik előre mentek, hanem lesz egy olyan érdekessége is, hogy lesz előtte egy beszélgetés Gráf Orsolyával, aki a gyászfeldolgozás módszerének egy magyarországi szakértője. Régebb a gyászhoz kapcsolódott társadalmi szokások, amelyek tulajdonképpen a hagyományos társadalmakban léteztek, hogyan kísérték útján a gyászoló személyt, illetve hogyan vett részt a közösség a gyászban, és hogyan segítették egymást ebben a folyamatban. Egy hangverseny is, főleg egy olyan hangverseny, ami ebben a témában hangzik el, az is egy közösségi esemény, és azt fogjuk keresgélni, hogy hogyan tud nekünk egy hangverseny segíteni abban, hogy emlékezzünk azokra, akik előre mentek, hogy a fájdalmainkkal jól tudjunk foglalkozni, és a hangverseny után úgy álljunk föl, hogy ez a mi lelkünknek egy gyógyír volt. A koncert műsora az formabontó. Olyan szempontból értem ezt, hogy a tematikája változatlan, viszont nem egyházi és nem liturgikus művek fognak elhangozni, hanem kiemelnék most három olyan művet, ami mindhárom valahol a gyászról szól, csak különböző megközelítésben és különböző formában. Az első Mozart szabadkönyves gyászzenéje, amit a szerző abból az alkalomból írt, hogy az a páholy, ahova csatlakozott, abban a páholyban meghalt a páholymester, akit Eszterházy Ferencnek hívtak, meg egy páholytársa. És ez a mű talán abban különbözik Mozart összes leginkább liturgikus egyházi műveitől, hogy nagyon személyes hangvételű. Tehát itt nem egy közösségi gyásznak vagyunk a szemtanúi, hanem a zeneszerző ő maga személyesen gyászolja a barátait, a társait. És szerintem ez ebből a szempontból más, mert nem egy általános jellegű gyászról beszélünk, hanem valakinek a személyes gyászáról. Richard Strauss Négy utolsó ének című műve lesz a következő, amelyik sorra kerül, és ez azért nagyon fontos, mert a szerző rettentő rossz kedélyállapotba került a II. Világháborúban. 47 körül, amikor Svájcba utazott, akkor elé került három Hermann Hesse vers és egy Eichendorff vers is, és ezeket megzenésítette. Ezeknek a daloknak a közös nevezője az elmúlás. És nagyon érdekes, hogy van két olyan dal, ami évszakra utal, ugye a tavasz meg az ősz, de a tavasz is úgy van megírva, hogy tulajdonképpen az is az elmúláson tűnődik. A személyes vonalon túl megjelenik egy filozofikus sík is, és a költészet által a szerző nem csak az átélt borzalmakra reflektál, hanem az ő saját személyes életére is. Barber Adagio-ja tulajdonképpen egy vonós négyes második tétele, ami aztán vonós zenekarra átíródott, a szerző átírta, és Toscanini volt az, aki először megszólaltatta. Nem pontosan tudjuk, hogy a szerző pontosan mire gondolt, amikor megírta ezt a lassú tételt. Azt tudjuk, hogy egy nagyon gyászos és egy nagyon szomorú zene. De van ennek nagyon érdekes utóélete, és erre hívnám fel a figyelmet, mert ez behoz egy másik szempontot. Oliver Stone-nak a Szakasz című filmében, amiben a Tom Berenger meg a Charlie Sheen játssza a főszerepet, ez a zene a film elején is, de leginkább a film végén hangsúlyosan visszatér, és tulajdonképpen ezt az egész traumát, ami a vietnámi háború jelentett azoknak, akik ott részt kellett ebbe vegyenek, ezt valahol elgyászolja. Tehát a gyásznak különböző formái, különböző területei jelennek meg, és az elmúlás és a halál kérdésének különböző megvilágítása, ezért nagyon eredeti és nagyon egyedi ez a koncert. Mind a beszélgetés, mind pedig maga a koncert egy olyan esemény, ami elkísérhet minket a mi saját utunkon. Ezt az egész folyamatot úgy éljük meg, hogy mellénk szegődnek emberek, mellénk szegődik a zene, mellénk szegődik a közösség. És amikor többen haladunk ezen az úton, akkor egymást tudjuk segíteni ezen az úton.
és szerintem ez nagyon fontos.